Németh Károly, a Kecskeméti járási hivatal munkatársa a múlt heti szerdai piaci napon beszámolt a gazdáknak a zöldség-gyümölcs forgalmazásának szabályairól. Van egy 52-2010-es FVM rendelet, amely meghatározza, hogy ki számít mezőgazdasági kistermelőnek. Ugye ő is rendelkezik őstermelő igazolvánnyal. Ezek a mezőgazdasági kistermelők az éves termésmennyiségben 20 tonnát nem haladja meg az össztermékmennyiség. 40 kilométeres körzeten belül forgalmaznak helyi piacokon, útmentén, illetve saját telephelyükön, székhelyükön. Ha ez a mezőgazdasági kistermelés megvalósul, akkor a zöldséget, gyümölcsöt saját székhelyén, telephelyén nem is kell megjelölnie, viszont a piacon ki kell írni, hogy saját termelésű árúról van szó. Vannak olyan termékfajták, ahol kötelező feltüntetni a minőségi osztályt, illetve fajtanevet a vevő tájékoztatásának céljából. A piacon megjelenteknek, akik nem termeléssel foglalkoznak, hanem különféle szervezeti egységekben kereskedelmet folytatnak. Akik kereskedelmi tevékenységet végeznek, azoknál kettő adminisztratív feltételt is meg kell valósítani ahhoz, hogy kijöhessenek a piacra árusítani. Van egy zöldség-gyümölcs forgalmazói regisztráció, tehát a kereskedők csak regisztrációs számot megszerzése után jöhetnek a piacra árusítani. Emellett a Nemzeti Élelmiszerlánc biztonsági hivatalánál egy felügyeleti díjat is be kell vallaniuk, amiért kapnak egy felír azonosító számot. A jogszabály szerint ennek igénylése a könyvelő hatásköre. Ezeket az adminisztratív dolgokat az ellenőrzés során be kell tudni mutatni, illetve ellenőrzésre kerülnek. A kereskedőknek a általuk forgalmazott termékről rendelkezni kell egy bizonylattal, amely a terméknek az eredetét igazolja. Ez lehet felvásárlási jegy, lehet számla, lehet szállítólevél. Ezeknek az iratoknak egy kötelező adattartalma van, ami ha nem szerepel a számlán, akkor nem érvényes. Ilyen lehet például a termék megnevezése, származási hely feltüntetése, minőségi osztály megjelölése, fajta név, kereskedelmi típus. Az információkat a kereskedőknek az ártáblán fel kell tüntetnie. Ha ezek a jelölések hiányoznak, ott az ellenőrzés során bírság kerül majd kiszabásra. Ennek a mértéke 15 000 forinttól indul, és a tétel értékével változik. Abban az esetben, ha az értékesítő nem tudja bemutatni a termék eredetét igazoló okiratot, ott élelmiszerlánc felügyeleti bírság kerül kiszabásra, és ez tételenként 50 000 forint. Tehát jól meg kell gondolni, hogy az iratok mindenki tartsa a forgalmazás helyén, mert utólagos bemutatásra nincs lehetőség.